Miért a tengeri halleves Írország egyik kedvenc étele? Mert fantasztikus, meleg és megnyugtató. A tengeri halleves számtalan változatban létezik, és Írország egyik nemzeti jeledele. Van egy hozzávaló, ami nélkülözhetetlen benne. A hal. A tengeri hallevesben nyilvánvalóan a legfontosabb a hal frissessége. Ez a videó nem csak azt mutatja meg, hogyan kell ír hallevest főzni, hanem azt is, hogyan lehet halat nagyon egyszerűen otthon füstölni. Üdv, Niall Szebongi vagyok, séf, étterem tulajdonos, tengergyümölcsei nagykereskedő, itt Dublinban. Ma a Seafood Caféban vagyunk, és seafood chowdert készítek, ahogy mi csináljuk. Niall a kortárs ír konyha egyik legkreatívabb elméje. Dublinban nőtt fel, és édesapja éttermében kezdett el rajongani a tengeri herkentyűkért. A halleves Írországban nagyon-nagyon népszerű, lehet kapni aprócska kocsmákban, meg nagy kocsmákban és éttermekben is. Ez nálunk a ház kedvence, de gondolom, mindenhol kicsit másképp csinálják. Niall receptjéhez szükséged lesz magyaróhagymára, burgonyára, póréhagymára, zamatos turbojára, metélőhagymára, zellerre, tejszínre, és természetesen halra és kagylóra. Lényegében kagyló és füstölt hallevesről van szó. Ez egy nagyon-nagyon gyors recept, amit én találtam ki. Nem szeretem, amikor a hallevest hagyományosan nagy fazékban készítik, minden halat beletesznek, az egész szétfő, és nem tudod, mi van benne. Az első lépés a hal előkészítése. Niall most foltos tőkehalat használ. Filézi, és jól megsúzza. Azután 10 percig állni hagyja. Szóval ez nagyon attól függ, hogy mit kapunk. A halat magunk füstöljük minden reggel a halleveshez. Ma foltos tőkehal van, de lehet közönséges tőkehal, vagy vörös sügér is. Ez tényleg változhat, de mindig fehér, omlós halat használjunk. Otthon elég könnyű a halat füstölni. Csak fogj egy tepsit, szórj az aljára tölgyfa fűrészport, és süsd meg. Oké, meggyújtjuk a tölgyet, kicsit megpörkölöm a tepsit konyhai lángszóróval, azaz sárkánnyal, hogy elkezdjen füstölni. A halat hagyom ezen pihenni. 20 perc múlva kész a füstölt hal. Hogy miért füstölök? Hogy megkapja a füst ízét. Azt hiszem, minden ember szereti a füst ízét. Ez még az ősember idejére vezethető vissza. És nagyon finom, amikor belekerül a halba. Ez most egy nagyon gyors füst. Épp csak belevisszük a füst illatát és ízét a halba, ahelyett, hogy megfőznénk. Az ír halaknak és tengergyümölcseinek világszerte nagyon jó a hírük. Semmi nincs köztünk és Amerika között, csak a hatalmas óceán. A tápanyagok, a hideg és a meleg áramlatok folyamatosan keverednek és cserélődnek egymással. Ettől olyan gazdag a víz. Amíg a foltos tőkehal füstölődik, Niall elkészíti a leves alapját. Fog egy szegfűszeggel és babérlevéllel tűzdelt mogyoróhagymát, ad hozzá tejszínt és vizet, ezután beleteszi a füstölt halat a lébe, és addig melegíti, amíg az füstös ízt nem kap. Ezután a többi hozzávalót, a mogyoróhagymát, a póréhagymát, a zellert és a burgonyát megpirítja, egyiket a másik után. A befejezéshez megpárolja a kagylót, hozzáadja a füstölt halat és a fűszereket, és azonnal tálalja. So, proof is in the pudding. A szószban van a lényeg. It's warm and it's comforting. Meleg és megnyugtató. Nagyon finom, könnyű. Pontosan olyan, amilyennek lennie kell. A tengeri hallevesben Niall szerint az írek az ismerős ízt szeretik. Ettől érzik otthonosan magukat. Ezért lett szerinte az írek nemzeti étele.